tábla figyelmeztet a fakitermelési munkálatokra nagy szállás határában. Az akácos, nemes nyaras állomány tarvágását végzik éppen a nyíregyházi erdészet szakemberei. Erről a 4,5 hektáros területről mintegy 650 köbméter faanyagot termelnek ki a következő hetekben. Ez az állomány már több mint 30 éves, ezért kell kivágni. Tavasszal így erdőfelújítás kezdődhet ugyanitt. Az erdészet működési területe összesen 5500 hektár, amely a megyeszékhely 60 kilométeres körzetében található erdőállományt jelenti. A nyíregyházi erdészet egy évben átlagosan olyan 30-32 ezer köbméter faanyagot termel ki a működés területéből. Ezek egy része véghasználat, tehát amikor tarvágással, erdőfelújítást megelőzően végezzük el a fakitermelést, egy másik része erdőnevelésű célú, tehát amikor gyérítésekről van szó. Egy időben ilyenkor 4-5 helyen zajlik fakitermelési munka, elég komoly szervezést és szakmai munkát igényel. A cél, hogy a szakemberek a lehető legtöbb ipari hasznosításra alkalmas faanyagot termeljenek ki. Az akác felhasználása például annak tartósága miatt rendkívül széles körű. Az erdőgazdálkodási munka egyik fő bevételi forrása a fakitermelésből származik. Ezek az erdők azok, amik olyan jövedelmet tudnak biztosítani, amik esetleg más, kevésbé jövedelmező ágazatok fenntartására tudunk fordítani. Például ugye az erdőfelújítások elvégzése, ápolása, hosszú ideig történő ápolása, kezelése nagyon sok költséget emész fel, de egy parkerdő fenntartása is nem a jövedelemszerzésről szól, hanem inkább a költségráfordításokról. Csak az a faanyag maradt tűzifának, amely semmilyen ipari célra nem használható, ez is jelentős mennyiség. A nyíregyházi erdészetben egész évben kitermelt faanyag mintegy 50%-át tűzifaként értékesítik. Ennek egy része szociális tűzifaként hasznosul.